Az egyik tiszai kikötő biztonsági kamerájának felvételén jól látszik, hogy a 4 fiatal még tiszta időben elindul egy túrakenúval. A következő képen pedig 3-4 órával később már a szakadó esőben a tiszai vízirendészet hajójával szállítják őket a partra. Este 7 óra körül időben tartottunk be a kikötőbe, és észleltük, hogy egy túrakenu 4 fővel a vízbe borult. Hozzáteszem, nagy eső volt. Gyorsan a segítségükre siettünk, és egyesével beemeltük és biztonságba helyeztük a személyeket. Ezután a túrakenút is mellévet alakzatba a kiindulás helyére fölvontattuk, és biztonságba helyeztünk mindenkit. A rendőrjárőrrel együtt teljesített szolgálatot Kružić Réka, a vízimentő szakszolgálat munkatársa is. Ő azt emelte ki az eset tanúságaként, hogy minden 4 fiatalon volt mentőmellény, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nem történt komolyabb tragédia. Szerencsésen tapasztaltuk most is a biztonsági előírások betartását, ami a mentőmellény használatát jelent jelen esetben, amely ilyen bajba jutott személyeknél mind a láthatóságot növeli, és könnyebben észrevesszük a bajba jutott embereket, illetve nagyban elősegíti az, hogy sérülésmentesen, egészségesen jutnak partra. A megmenekült 4 fiatal ember közül 3 ekvádori, 1 pedig mexikói, mindannyian a Szegedi Egyetem informatikai karán tanulnak. Mivel úgy nyilatkoztak, hogy orvosi ellátásra nem szorulnak, saját lábukon távozhattak a veszélyes, de szerencsés véget ért vízikaland után.